Kellemes rádiogatást kívánok minden kedves kapos rádió hallgatónak. Én a Kisgyűrű Attila vagyok, és azért szakítom meg a délutáni Turmix című műsorunkat, mert hogy illusztris vendégeket köszöntetek a Kapos Rádió stúdiójában. Kis Tamást, a városi közgyűlési képviselőjét és a Jobbik megyei alelnökét, valamint Ander Balást, a Somogy megyei közgyűlési képviselők közül ugyancsak egyet, és hát ugye emellett a Jobbik Barcsi alapszervezetének elnökét is. Hát üdvözöllek benneteket a stúdióban. Köszöntöm a hallgatókat. Szintúgy. Általában ugye a kedves kapos rádió hallgatók megszokhatták, hogy ha a stúdióba befárad valaki, akkor ugye általában mondani való is akad, és hát mondjuk azt, hogy a nagyobbtól a jelen pillanatban aktuális témától szerintem el tudunk indulni, ami pedig ugye a népesedés kérdése, és azt gondolom, hogy Magyarországon ez most nem kaphat megfelelő hangsúlyt, elég hangsúlyosá nem tud válni. Főleg azért, mert hogy évek óta, sőt most már lassan azt lehet mondani, évtizedek óta fogy a magyar, hogy látjátok ti ezt a kérdést? Ez a legfajsúlyosabb kérdés mindközül. Azt hiszem, hogy ha ezzel nem foglalkozik a politikum kellő időben, illetve azt is mondhatjuk, hogy a 24. órán már túl vagyunk, akkor lehet legyen itt bármilyen fejlesztés, mert azt elismerjük, ami szépül, ami épül, nyilvánvaló. Viszont azt ki kell mondani, hogy 20, 30 vagy 40 év múlva, amikor ez a népesedési katasztrófa bekövetkezik, és a demográfiai korfa összeomlik itt Somogy megyében is, akkor iszonyatos katasztrófának nézünk elébe, annak minden gazdasági, társadalmi és közbiztonsági vonatkozásával egyetemben. Én azt hadd kérdezzem meg, hogy vannak-e jelen pillanatban, mondjuk ugye népességszámlálás vagy népszámlálás előtt vagyunk, hogy vannak-e hát mondjuk közelítő adatok, hogy az elmúlt időszakban például mi történt a népesség kérdésében? KSH adatokat tudok említeni, előzetes felmérés, ez pedig úgy fog szólni, hogy 2011-ben Somogy megyében mintegy 5000 ember hal meg, ezzel szemben a születések száma 2500. Tehát az azt jelenti, hogy egy nagyobb falu népességével fogy Somogy megye. Sőt, hogyha az elvándorlást is figyelembe vesszük, akkor a helyzet még rosszabb. Így van, a fiatalok, akik perspektíva nélkül vannak ebben az országban, amióta az osztrák és a német munkaerőpiac megnyílt, tömegével vándorolnak el az országból. Egész egyszerűen azért, mert nem látnak más kiutat erre. Hát azt gondolom, akkor ez egy összetett problémaként kezd körvonalazódni. Melyik egyébként a nagyobb probléma, az elvándorlás, vagy pedig a születésszám? Mindenképpen a születések száma, illetve hát a kettő egymással összefügg. Nyilván az emberek azért nem mernek gyermeket vállalni, mert a megélhetési viszonyok, körülmények, hogyha felelősen gondolkodik, és nem megélhetési gyermekvállalásban gondolkodik, akkor hát ezt nem teszik lehetővé. Én azért egy harmadik témakört is belelopnék ide, még pedig azt hiszem, hogy az Andrasovszky Barna professzor úrtól hallottuk, hogy van itt egy olyan probléma is, hogy sajnos a születés is úgy oszlik meg, hogy egyre inkább szignifikánsan túlnyomó részt a termeléshez nehezebben felzárkóztató rétegek felé tolódik, ugyebár a születési arány, tehát gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a szegény réteg reprodukálja magát. Hát akkor ki is mondhatjuk nyugodtan, hogy a cigányságról beszélünk, van nagy valószínűség szerint. Ki mondhatjátok nyugodtan? Ugye Somogy megyében egy magyar élve születésre jut 3-4 halálozás még a cigányságnak, a demográfiai mutatói növekedést mutatnak, amivel alapjáraton nem lenne semmi probléma, csak ahogy te is említetted, ez a réteg állami segélyekre szorul, tehát nem a gazdaságnak tevékeny szereplője. Akkor hadd idézzünk mondjuk Pokol Bélától, azt hiszem, hogy a kérdéskörnek nincsen nála avatottabb szakértője. Ő azt mondja, hogy amikor ez a népesedési katasztrófa bekövetkezik, akkor mondjuk a 21. század közepén az előregedett magyar társadalomnak az eltartása pontosan arra a cigányságra hárulna, amelyik jelenállás szerint 80%-ban maga is csak állami segélyekből tud megélni, és munkanélkül tengődik. Tehát a probléma az olyan szintű, ami messze túlmutat egyszerű statisztikai számokkal való dobálózáson. Én azt hadd kérdezem meg, bocsánat, hogy a szavatokba vágok, de az lenne itt akkor az én kérdésem, hogy egyáltalában kezelhető a probléma, teszem fel azért ezt a kérdést, mert hogy tulajdonképpen már is egy problémából csináltunk hármat, ugye egyrészt kevés az összmagyar születésszám, ezen belül még mondjuk a termeléshez nehezebben felzárkózható részlegek ugye vannak túlnyomó többségben, gyakorlatilag azért ez egy elég, mondjuk azt, hogy komplex problémának tűnik. Még elkeserítőbbé teszem a helyzetet azzal, hogy azt mondom, hogy a mai magyar politika nem is hajlandó foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tehát 20 éves szőnyeg alá söprik ezt a kérdéskört,
amikor pedig mi erről esetleg említést tennénk, akkor rögtön a rasszista jelzővel illetnek minket. Azzal együtt, hogy ez nem tréfa, hát hallottam már olyan viccet is, és ugye általában az tényleg a magyar az arról híres, hogy a legégető problémákból próbál viccet csinálni, és a minap hallottam, hogy GDP-t kétféleképpen lehet növelni. Az egyik az, hogy ugye növeljük azt a számot, amit osztunk, a másik, hogy csökkentjük azt, amivel osztunk. Hát nem ez lenne a megoldás nyilván. Így van, GDP-vel mondjuk a Jobbik nem is nagyon szeret dobálózni, vagy ezzel számolni, hogyha a koporsó termelést mondjuk háromszorozzák Magyarországon, nyilván akkor a GDP ezzel egyenlő ütemben nőni fog. De hát valóságos kibontakozást ez nem mutat, illetve visszatérve a kérdésre, mi lenne itt a megoldás, vagy hogyan lehet ebből az iszonyatos válságból kikecmeregni. Politikum kissé olyan képet mutat, sőt nem is kissé, hanem nagyon-nagyon, de ez már több évtizedes történet, mint amikor a struc a homokba dugja a fejét. Illetve még egyszer mondom, hogyha pozitív dolgok születnek, mi ezt elismerjük, csak a helyzet olybá tűnik, kissé úgy fest, mintha az orvos azt mondaná, hogy az elcsépelt viccben a műtét sikerült, azonban a beteg meghalt. Tehát lehet itt súlyponti kórházat építeni a megyében, lehet reorganizációt végrehajtani, viszont ott a kérdés, hogy kinek. Tehát 50 év múlva mindez kinek a javát fogja szolgálni, hogyha a magyarság eltűnik ebből a megyéből. Így van, tehát a gazdasági növekedésről beszélhetünk, csak hogyha nincs olyan résztvevője a gazdaságnak, aki ezt előteremtené, akkor addig gazdasági növekedés sem következik be. Azt már ugye nagyjából felfoghattuk, mert hogy azért erről hallani, hogy nem a 24. órában vagyunk, hanem a 28-ban, a 30-ban, mert hogy ugye akármi is történik a jövő generációnak tekintetében, mondjuk, hogy holnaptól azért lesz itt egy ilyen generációs hézag, ami hát nyilván majd azért a például a nyugdíjak kapcsán, ha már úgyis mindenféle téma ugye. Az igazság, hogy ehhez a demográfia témájához ez tulajdonképpen minden téma hozzátartozik, hát mindennek a demográfia az alapja. Tehát hogy amennyiben ugye holnap megtörténne ez a kívánatos változás, amiről majd ti mondjátok el, hogy szerintetek mi lenne a kívánatos, akkor is azért számolni kell azzal, hogy itt 10-20 év kimaradt, és hát ebből lesz majd 10-20, mondjuk azt, hogy szomorú év, én azt gondolom, de hát nem akarnék nagyon sötét képet festeni, holott egyébként szükség lenne rá. Viszont mi lenne az a megoldás, aminek már tegnap előtt meg kellett volna történnie? Egyszerűen élhetővé tenni az országot, és Tamás nem éppen jobboldali író politikustól idézett a ünnepi közgyűlésen való felszólalásában Veres Pétertől. Ha nem baj, akkor én is idézném Veres Pétert, ő azt mondta, hogy annyi az egész, illetve ezt újra kezdeném, bocsánat, tehát Veres Péter azt mondta, hogy föld, kenyér, kultúra, szabadság, vagyis annyi az egész, hogy a magyarság szeretné, ez az ország az övé is lenne. Tehát ne legyünk pannon palesztinok a saját hazánkban, élhető legyen az ország, ne kelljen innét elmenekülni ahhoz, hogy egzisztenciát tudjon teremteni, és egyáltalán egy ilyen tágabban vett komfortérzet alakuljon ki az emberekben, mert a Jobbik azt mondja, Magyarország, a magyarokké szeretnénk magunkat otthon érezni. Hát mondjuk a gazdasági periódusok közül ez a feladat, ez nem a legjobbkor szakadt ránk, hogy lehet így mondani, vagy mondjuk úgy, hogy nem a legjobbkor vált akutt át, azért lássuk be, hogy mostanság a gazdasági körülmények viszonylag egész Európában úgy tűnik, hogy nehezedni látszanak, ám de mondjuk gondolom, hogy van valamiféle olyan sarok, vagy van egy összeállított akcióterv, mondjuk így, ez most divatos szó, bár én nem szeretem, mert egyszerűen dolgokat inkább csak meg kell csinálni, mint hogy különböző akciókat kovácsolni köréjük, hanem az lenne az én kérdésem, hogy például mik ennek a sarokpontja. Akár mondjuk egy ilyen demográfiai, hát mondjuk azt, hogy mondjuk, hogy katasztrófa visszafordításának. Tehát hogy lehetne ennek nekiállni technikailag? Amit már a kampányunkban is említettünk, a 2010-es országgyűlési kampányban, a Radikális Változás című programban, a családoknál nem azt kell megteremteni, hogy a harmadik gyereket is vállalni tudja a szülőpáros, hanem hogy az első gyereket tudja vállalni. És például mondjuk mi hathatna ez irányba? Olyan fajta, nem azok az a fajta adókedvezmények, amik jelenleg az országban nyomon követhetők, mert sok családnál ez 2-3 ezer forintos többletbevételt jelent nettó összegben. Ezeket az adóbevételeket, ezeket úgy kellene visszaforgatni a családokhoz, hogy ezek ténylegesen megjelenjenek, és ez sajnos az a baj, hogy nem is 20-30 ezer forintokról beszélünk, hanem nagyobb összegekről, amit a fizetésükből kellene úgy átcsoportosítani nekik vissza, hogy akár az első, a második, vagy legjobb esetben akár a harmadik gyereket is vállalni tudják. Ugyanez igaz erre a 16%-os adóra, ami igazából a gazdagoknak tett jót, a szegényeknek, akik esetleg több gyereket vállalnának, ezek után biztos, hogy nem fognak.
Hát mondjuk ez akkor tervnek ugye jó lenne, csak hát nem nagyon látunk ez irányba lépéseket, és igazság szerint az óra megketyeg. Ha mondjuk a vidéket nézzük, akkor mindenképpen egyfajta ökoszociális modellnek az elterjesztése, mert ha a földügyeket vizsgáljuk, akkor ami most tapasztalható itt Somogy megyében is, akkor nem osztrák Wirtschaft itt speciálisan, hanem mondjuk belga, vagy éppen olasz Wirtschaft, az kizsigereli a vidéki lakosságot, munkaerőt alig-alig alkalmaz. Nem csoda, hogy a falvakból vándorolnak el, öregszik el a lakosság, aki ott marad és felelősen gondolkodik, gyermeket nem nagyon mer vállalni, mert egyszerűen nincsen mire, munkahely nincsen. A másik pedig a Jobbik sokszor hangoztatta, hogy ezt az országot kifosztják, itt a pénzt megtermelik, viszont egy igen-igen könyörtelen kamat és profit szivattyú működik, amely évente több ezer milliárd forintot pumpál innét ki. Mennyire igaz az, hogy különböző, hát azt lássuk be, hogy mondjuk az Európához való csatlakozás során aláírtuk mindent, amit ugye elénkedtek. Gyakorlatilag a kérdésem azt, mondjuk azt, hogy arra szeretnék választ kapni, hogy mennyire igaz az, hogy ezek a különböző nemzetközi szerződések olyannyira gúzsba kötnek bennünket, hogy nem nagyon van mondjuk azt, hogy üdvőlap a kezünkben. Gondolok itt például arra, hogy amikor a cukor ára Magyarországon egyébként a környező országokhoz képest is ezekbe szökött, akkor ugye feltámadta a nemzeti hangulat, hogy csináljunk magyar cukorgyárat, és egyből volt a válasz, hogy aláírtuk papírt, hogy ezt nem lehet. Mi az, amit még lehet? Viszont azt nem írtunk alá olyan papírt, hogy ha ez az egész nekünk nem tetszik, akkor nem léphetnénk ki az Európai Unióból. Azért az egy egyszerű kérdés közgazdaságilag, mert hogy jelen pillanatban éppen a ma reggeli műsorban hangzott el a rádióban, hogy amennyiben mondjuk a németek, akik azért valamilyen szilárdabb lábon állnak jelen pillanatban, kilépnének, akkor ez gyakorlatilag az első körben 4000 eurójába kerülne minden egyes németnek az első évben, és aztán pedig a továbbiakban ilyen 1000-1500-ban évekig, hát nyilván nekünk ez egy még súlyosabb. A görögöknél például, a görög esetben is láttam ezt a számot, azt hiszem, hogy a GDP-nek a 40%-át vinné csak a kilépés évekig. Kérdés az, hogy ez hosszú távon mennyire érné meg. Lehet, hogy hosszú távon ez a magyarság számára már csak áldásos dolog lenne. Ez lenne egyébként a cél? Nem. Természetesen a cél az az, hogy az ország minél stabilabban álljon a lábain, és az állampolgárok biztos egzisztenciával tudjanak családot teremteni. Nekem egyébként régi veszőparipám, hogy ennek a változásnak, amire azért most már mindenki látja, és nem az elmúlt x évben, hanem ez gyakorlatilag azért most már évtizedekre visszavezethető, az lenne talán mondjuk az origója, ha feléledne a magyar falu. Mert hogy én azt gondolom, hogy történelmi táblatokban nézve volt itt tatár, török, osztrák, orosz, hogy kinehagyjak valakit, aztán még ezt fokozhatnánk. Tehát gyakorlatilag eddig még senkinek nem sikerült a falusi embernek a torkán lenyomni azt, hogyha van egy mondjuk fél focipályányi földje, akkor nem tud abból megélni. Ez most így 2011-re sikerült, hogy végül is a segélyezett mondjuk ki falusiak a Tesco-ba járnak falubusszal az én általam befizetett adóforintokból tankolva fokhagymát venni, ami Kínából származik, tehát gyakorlatilag azért ez egy ilyen, mondjuk azt, hogy rádiókabarénak lehetne egy ilyen vezérvonala. Igen, egy nagyon fontos pontra tapintottál rá, már Csóri Sándor is megfogalmazta azt, hogy ezt az országot ezer éve a magyar parasztság a vidék tartja fenn. Most pedig ezt látom egy kicsit talán mondjuk, hát nem is kicsit, nagyon elhalni, tehát gyakorlatilag egy falusi ismerősöm, tehát falu lakó, akkor mondjuk azt, hogy a falusi egyáltalán nem pejoratív a magyarban, tehát gyakorlatilag ő azt mondja, hogy 10 évvel ezelőtt az ő falujában ilyen 5 cm az túlzás, de mondjuk méteres teleghatárviták voltak, mert ugye fél méter földön még sok minden megterem, most viszont azért nincsenek már teleghatárviták, mert hogy kerítés sincs, és már nem is ültetnek semmit. Nem mi találtuk ki a spanyol viaszt akkor sem, amikor azt mondtuk, hogy ez az ország egy agrárország. Nem iparosítani kell, amikor ennek az országnak olyan termőföld adottságai vannak, amik nem túlzás azt mondani, hogy páratlanak ebben a világban. Ezzel kellene valamit kezdeni, ezt az előnyünket kellene kihasználni. Ehhez képest tényleg az történik, hogy korábban, amikor minden egyes faluban disznót tartottak a gazdák, ma odáig eljutottunk, hogy egyrészt nem mer tartani, mert ellopják, másrészt pedig nem éri meg neki, mert a multi behozza a hát finoman szólva is minőségileg gyengébb árut, és azt kénytelen megvenni. Mindemellett azért annyira jól sikerült különböző tömbökhöz csatlakozva jól szabályoznunk ezt a disznóölést, hogy mondjuk azt, hogy mondjuk disznóölő mester legyen a talpán, aki tudja, hogy tud jogszerűen leölni egy malacot. Tehát gyakorlatilag most már az maradt, hogy addig beszélsz neki, amíg unalmá meg nem hal. Tehát a magyar paraszt azért évezredekig tudta, hogy hogyan kell egy disznót levágni, úgy tűnik, hogy most megtanították neki, azóta viszont nem is nagyon látjuk ezt a szép magyar folklort. Lehetne ezt látni, csak ugye a csinovnyik mentalitás, tehát míg korábban Moszkva, addig most Brüsszel ünnepét kell mondjuk fényezni, amíg ilyen hivatalnokok ülnek az adófizetők által fenntartott, fizetett hivatalokban,
akik inkább tekintik prioritásnak mondjuk a nyugati transzatlanti érdekek képviseletét, nem pedig a magyar emberekét, addig ezen nem is kell csodálkozni. Illetve, amit a Tamás nagyon helyesen említett itt előbb, hogy a mezőgazdaság és a vidék kapcsán nem ismernek. Tehát minden mindennel összefügg, ez egy nagyon komoly közbiztonsági kérdés. Egyébként hozzáteszem, hogy jobbikos képviselőként egyedül nem szavaztam meg a megyei főkapitánynak az éves beszámolóját, abban is találkoztam egy ilyen kitétellel, ami a megélhetési bűnözésről szólt. Szóval Jobbik nem fogadja el. Gyakorlatilag, ha elfogadjuk, hogy van megélhetési bűnözés, akkor a jelen pillanatban a családok bevételét tekintve az ország fele az lehetne mondjuk megélhetési bűnöző. Tehát abban, amennyiben legitimizáljuk ezt a szót, akkor itt hadseregek indulhatnának el megoldani így módon a problémáikat. Hát, ugye ezt a fogalmat annak idején a külföldi nagytőke adta Kunce Gábor, akkori országgyűlési képviselőnek a szájába. Ő ezt a mondatot, vagy ezt a szót, fogalmat akkor megemlítette, és azóta ez a magyar köztudatba belekerült, és nagyon sokan ez mögé, az állarc mögé bújva teszik azokat a szörnytetteket, szörnyűségeket, amiket megtesznek. De mondjuk ki, tehát... Azt a Jobbik nem tudja elfogadni, hogy megélhetési dolgokra hivatkozván fosszanak ki 70-80 éves munkában megfáradt, egész életükben becsülettel dolgozó vidéki magyarokat. Olyanok szintén van megélhetési gondja. Igen, de hozzátenném, hogy van portálja is, és ha azt nem a méteres gaz dudva verné föl, hanem azt megművelni, akkor azok a megélhetési gondok már is nem lennének akkorák, vagy legalábbis lehet, hogy nem lennének nagyobbak, mint mondjuk egy 50 ezer forintos nyugdíjból tengődő öreg magyaré. Erre céloztam, hogy szintén akinek lopnak, annak is vannak megélhetési gondjai, tehát gyakorlatilag ez mondjuk nem elfogadható indok. Viszont azért valahol itt az agrárium körül van azért még mit kerestünk, mondjuk legyen az a földügy, és leginkább ugye azért, mert hogy ezzel indulna minden. Tehát gyakorlatilag a ti álláspontotok ebben a kérdéskörben mi? Ugye eleve az első probléma az azzal kezdődik, hogy a magyar föld nagy része az nincsen magyar kézben. Különböző zsebszerződésekkel, különböző ügyvédi irodák ezeket osztrák, olasz tulajdonosok kezébe kijátszották. Most túlnyomó részt a dunántúli földterületekről beszélek, mert más ország más területein ott más idegen nemzetek jelentek meg. Amíg ezek a földterületek nincsenek magyar kézbe, sőt, ezeken a földterületeken a magyar ember lényegében cselédként foglalkoztatják, addig ezzel a problémával nem lehet hathatósan megküzdeni. És itt mi jelenthetné az előre mozdulást? Mert hogy ugye azt nem mondhatom, hogy törvényi szabályozásunk nincs, csak hát Magyarországon tudjuk, hogy a törvény arra van, hogy megkerüljék. Gyakorlatilag ugyebár azért van ez a föld moratórium, elméletileg ez nem fordulhatott volna elő, tehát nem a törvényi szabályozás az út, mert hogy az megvan. Nem kell itt egyébként mondjuk az unió ellen beszélni, mert ha uniós példákat nézzük, mondjuk Dániát, ha nagyon ügyesen megoldották, vagy Franciaországot, próbáljon Dániában mondjuk egy német gazda, vagy egy angol, vagy bármilyen más nációhoz tartozó földhöz jutni, egyszerűen lehetetlenné teszik, úgyhogy meg sem fordulhat ilyen a fejében. A másik pedig, hiába vennénk vissza a földeket, ami egyébként egy üdvözlendő dolog lenne. A másik kardinális kérdés az, hogy az élelmiszer feldolgozó iparunkat úgy, ahogy van, leépítették, illetve szintén külföldi kezekbe játszották, ami aztán szépen termel is ezt a profit szivattyút, állandóan életbe tartja. Pedig azért azt ne felejtsük el, hogy az lenne nagyjából a második lépés, tehát hogyha ugye azt elfogadjuk, hogy Magyarország komparatív előnye mondjuk így az, hogy nekünk termőföldünk is, vízünk van, a második meg az lenne, hogy erre épülő ipart kéne építeni. Egyes vélemények szerint például Magyarország soha nem lesz guminagyhatalom. Tehát annak ellenére, hogy ezt támogatjuk viszonylag nyakló nélkül, meg kell állapítsuk, hogy nem nagyon látom azt, hogy mondjuk magunk mögé utasítanánk a hagyományosan például ezzel foglalkozó nemzeteket. Ellenben itt lenne nekünk az élelmiszeripar, és hát nem tudom, hogy tényleg a magyar élelmiszerek közül, és azért tudom, hogy itt most történt valami szigorítás, hogy mit nevezhetünk magyar élelmiszernek, hogy mennyi magyar valójában. Tehát gyakorlatilag azért itt az élelmiszeripar is hát mondjuk erősen kérdéseket vett fel. Ezért kérdeztem például különben a cukorgyárat, hogy mi lenne például annak a lehetősége. Tehát mit tudnánk tenni, hogyha mondjuk magyar gazdák összeállnának és mégiscsak meg akarnák alapítani ezt a cukorgyárat? Mi a Jobbik álláspontja, mi ilyenkor a fontosabb, a szükséghelyzet, vagy pedig az a nemzetközi szerződés, ami köt bennünket, hogy ezt ne tegyük, mert hogy ez egy kicsit úgy az életidegennek tűnik, hogy én értem, hogy a szerződésnek kell, hogy legyen ereje, viszont azt is értem, hogy van egy másik, mondjuk, hogy létszükséglet, aminek azért időnként fel kéne merülnie, mint a mérleg másik serpenyőjében levő valaminek. Éppen ezért nagyon jó a megfogalmazás, maga kérdés költői, sehol nem írtuk alá, hogy milyen gyilkosok leszünk.
Tehát ezt semmilyen nemzetközi szervezet nem kérheti Magyarországon számon, már pedig jelen állás szerint nagyon úgy néz ki a dolog, hogy mintha ezt szeretnék valójában ezekkel a dolgokkal kicsikarni. Hát van azért itt még egy kérdés, mert hogy a népesség nagy részének sajnos nem az a legnagyobb problémája, hogy gazdaságot alapítson, vagy pedig lenne, hát mondjuk élelmiszeriparba vágja a fejszét, mármint egy élelmiszeripari vállalkozásba, hanem mondjuk azt, hogy éppen hogyan szabaduljon az őt majdnem, hogy agyonnyomó, például devizahitelek alól, mert hogy azért a magyar társadalom erősen érintett sajnos ebben a devizahitel kérdésben. Ugye ennek ez a kérdéskör ismét csak egy komplex témát vet föl. Annak idején az emberekkel ezt az aljas precizitással létrehozott devizacsapdát hát lenyomták a torkukon, mondván, hogy ez az egyetlen kiút abból a nehézségből, amit az elmúlt években tapasztalniuk kellett. Holott például akkor is voltak hangok, csak az a baj, hogy mi ezeket a hangokat utólag halljuk évek után, tehát a Róna Péter annak idején egészen konkrétan leírta ezt a szenáriót, ezt a forgatókönyvet, hogy hova fog ez vezetni. Jelen pillanatban sincsen éppen hurra optimista hangulatban a megoldási kísérleteinktől. Én azt mondom, hogy másodszor ne legyen igaza, de azt is mondom egyben, hogy először igaza volt. Így igaz, és akkor ez újabb kérdéseket vet fel mondjuk Magyarország szuverenitásával kapcsolatosan, ki is itt a gazda. Tehát mondjuk a Magyar Nemzeti Bank miért diktált olyan kamatpolitikát, ami e felé terelt az embereket, és ezt nagyon ügyesen külföldi vagy éppen hazai bankok ki is tudták használni. Megint csak közbeszúrnék, egyébként a kedves hallgatóknak mondom, kevésszer halljuk, de utána ellenőrizhető, hogy a magyar bankszektor az Európai Uniós átlag másfélszeresét termelte profitban az elmúlt 3-4-5 évben, ami azért, ha belegondolunk, akkor a magyar gazdaság teljesítményéhez képest talán egy kicsit, hát mondjuk túlzó. Tehát magyarázva ezt, mondjuk a német bank szektor kevesebb hasznot termelt százalékosan, mint a magyar, nyilván nem nominálisan, hanem mondjuk százalékában. Ezzel kapcsolatban például tökéletes példa, hogy a devizahitelekkel kapcsolatban, amikor a bankok idézőjelben a devizát megvásárolták, azt Lengyelországban 5-ször annyira adták tovább az ottani lakosságnak, míg Magyarországon ez a számadat, ez 16-szoros. Tehát egyszerűen gyakorlatilag megfojtották a magyar lakosságot. A Jobbik álláspontja szerint a jelenlegi, hát mondjuk mutatkozó kiutak közül valamelyik jelente valós kiutat, vagy pedig valamiféle más megoldásra volna szükség. Ezzel kapcsolatban pont most szeptember 5-én jelentette be Vona Gábor, hogy aláírásgyűjtésbe kezd a mozgalmunk, aminek az lenne a célja, hogy amikor fölvette a hitelt, devizahitelt, azon az árfolyamon váltsák neki, illetve forintosítsák a hitelét, és az ebből adódó többletköltségeket pedig a bankok állják, akik úgyis extra profitokat termeltek, ideje, hogy végre valami fajta terhet is a vállukra vegyenek. Hogyne, itt a kérdés kapcsán, hogy valós megoldási javaslatok-e azok, amelyek most felvetődtek a kormányzatban is. Hát az a helyzet, hogy amik eddig születtek, mondjuk a profitadó, szektorális adó, ezt mind visszaterhetik a lakosságra, úgy, ahogy van. Szóval van ott még mit elvonni, legalábbis a Jobbiknak ez az álláspontja. Magyar emberektől egyszerűen többet már nem lehet. Ezt ki kell jelenteni? Beszéltünk itt ma már a termeléshez nehezebben felzárkóztatható rétegekről, és hát nem mehetek el amellett szó nélkül, hogy itt például a te névjegykártyádon Balázs található egy ilyen, mondjuk azt, hogy kitétel, hogy kisebbségi egyházi és civil bizottság tanácsnoka. Hát ez jobbikosként, hogyha belegondolok, akkor régebben majdnem, hogy egy paradoxon lett volna. Sajnos igen, így alakult a dolog, nem a Jobbik tett róla, Jobbik mindig elmondta, hogy nem bőrszíne, származás szerint teszünk különbséget ember és ember között. Egész egyszerűen vannak, akik rombolják, és vannak, akik építik azt az adott közösséget, ahol élnek. És hogyha az ő származása, identitása más, mint a milyenké, de ő építő jelleggel akar ahhoz a közösséghez, faluhoz, városhoz viszonyulni, akkor nyitott kapukkal várjuk. Egyébként, ha azért hozzátenném, hogy nyilván Somogy megyében némileg jobb a helyzet, mint mondjuk az ország észak-keleti részében, a cigányság csoportjai közül azt lehet mondani, hogy a beások, akik itt Somogy megyében a legnagyobb részt képviselik a 40 ezeres cigányságon belül, az egyik legintegrálódottabb részt képviselik. Talán, hogyha a helyzet nem mérgesedik el, és a kormányzat is hathatós intézkedéseket tesz, problémákat pedig nem a szőnyeg alá söpri, hanem azokat még időben megpróbáljuk kezelni, akkor nem is lesznek olyan állapotok, mint mondjuk Borsod megyében, bár
Ha kiskorpádi gyilkosságra gondolunk, akkor itt is nagyon-nagyon aggasztó jelek mutatkoznak. Egyéb iránt mondjuk erre gondolom én, hogy az eddig hallottak jelenthetnék a megoldást, tehát nyilván mondjuk a nemzet felemelésébe beletartozna a Jobbik szerint is, hát mindenki, aki a nemzet tagja, vagy annak érzi magát. Így van, a kirekesztő kritikával kapcsolatban pedig egész egyszerűen megfogalmazhatjuk azon ellenvéleményünket, ami hát Balázs és én is történelem tanárként tanultuk és tanítjuk, hogy a magyar történelem során a magyar nép soha nem rekesztett ki semmilyen bevándorló népet vagy népességcsoportot. Mindenkivel békében együtt tudott élni, amennyiben az a nép, amelyik az ország területére érkezett, békés szándékkal. Jászok, kunok, úzok, besenyők, svábok is lehetne a végtelenségig sorolni. Tehát történelmi példák vannak arra, hogy a magyarság mondjuk, hogy befogadó nemzet jelen pillanatban, hát megint egy ilyen, mondjuk az, hogy összekovácsolódás előtt állunk, vagy pedig len, amennyiben nem, akkor hát nyilván az mondjuk már hát komoly problémákat vethet fel az egész nemzet sorsa felől. Így van, az egy olyan szcenárió lenne, amit azt hiszem, hogy felelősen gondolkodó emberként, vagy én családapaként egyáltalán nem kívánhatunk. Hát tulajdonképpen az egész világ erről szól, én világhírű közgazdászokat hallok arról beszélni, hogy tulajdonképpen most a problémát az adja, hogy senkinek nem jut eszébe olyan megoldás, és ez most a hiteleseknek lesz szerintem egy viszonylag jó hír, de megpróbálom ezt közérthetően visszaadni. Tehát a világvezető közgazdászai szerint a probléma az, hogy nem lehet úgy ezt a többszörös hitelkihelyezést megoldani, hogy az adósoktól, vagy az kihelyezőktől, ugye a hitelezőktől ne kerüljön át a vagyon a hitelesek felé, tehát gyakorlatilag adósság összetépkedés várható, viszont nálunk ennek kevésbé látnám. Nyomát. Egyszer már volt egyébként a postabanknál, hogyha visszaemlékszünk, ott volt egy erre utaló momentum. Most úgy tűnik, megint ennek kéne következnie. Tehát le kéne írniuk a bankoknak adósságként azt a nyereséget, amit nem megérdemelten szivattyúztak ki a magyar családok zsebébe, ha jól értem. Így van, ezzel 100%-ig egyet tudunk érteni. És hát egyes nézőpontok szerint, amelyik bank el akarna menni, az menjen. Tehát, a kapu nyitva, ki lehet fáradni az országból. Azt hiszem, egy klasszikus ezt másoknak már ajánlotta. Mi a igazándiból munkát nem teremtő, illetve innél csak profitot kiszivattyúzó multinacionális... Igen. Itt most volt egy kipontozott vonal, azt most szerintem meg is mondjuk, mert mégis rádióban vagyunk, de azt hiszem, hogy aki egyetért, az nyilván ráértette, hogy miről is van szó. Ellenben ez is olyan, hogy mármint ez a kérdéskör is olyan, hogy ennek nem holnap vagy holnap után kéne megtörténnie, amennyiben mondjuk összejön a megfelelő mennyiségű aláírás, akkor mi fog történni? Tehát mit vár a Jobbik ettől a kampánytól vagy akciótól, hogyha így nevezzük? Bár ezt mondom, ezt a szót már nem szeretem, hogy akció. Túlzott. A kezdeményezés legyen az, hogy mit vár a Jobbik ettől a kezdeményezés. Túlzott illúziók nyilván nincsenek, viszont a kormányt mindenképpen nyomás alatt szeretnénk tartani. Talán akkor feleszmél az országot vezető politikai garnitúra is, hogy ez egy olyan kérdés, amivel mindenképpen kell kezdeni valamit, és ilyen tessék-lássék, látszat megoldások most már nem vezetnek célra. 3-400 ezer család áll tulajdonképpen a kilakoltatás határán. Ami minimum 1,2-1,5 millió embert jelent. Ez Somogy megyében is legkevesebb 10 000 családot érint ez a probléma. Ami azért megint a Somogy megyei lélekszámhoz viszonyítva nem kevés. Hát itt három égető problémáról beszéltünk eddig, tehát gyakorlatilag a népesedés, a földügy és a devizahitel, de aki figyelt, azt tudja, hogy ezek gyakorlatilag azért így összefüggenek. Mondjuk a Jobbik szempontjából mi a jó forgatókönyv, és itt most szeretnék valamiféle távlatokba tekintő tervet kapni, hogy mikorra tud ez egyáltalában megváltozni, vagy mikor váratnak a magyar polgár, vagy a magyar állampolgárok valamiféle, mondjuk azt, hogy szebb jövőt, ahogy ugye a Jobbiknál ugye ez el szokott hangozni. Van optimista forgatókönyv? Van, papírforma szerint 2014-ben választások lesznek, akkor a Jobbik megpróbál mindenképpen olyan pozíciót kiharcolni. Nyilván ez a választópolgárok akaratától is függ, amivel még nagyobb nyomás alatt tudja tartani az ország életét, kezükben tartókat. Hát én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag egy kerek történet lett, és azért azzal az ígérettel szeretnélek benneteket az udatokra bocsátani, hogy amennyiben valami újabb történés van a Jobbik házatáján, akkor ismét találkozunk. Nagyon szépen köszönjük.